Én három dolgot szeretnék mondani nagyon röviden. Az egyik ugye az a kérdés, hogy romlott-e a relatív helyzetünk. Persze, hogy romlott, itt Felcsuti Péter, amit mondott, az abszolút autentikus ezzel kapcsolatban. Különböző munkahelyeken azt hiszem, mi mindannyian átéltük. Mondok ezzel kapcsolatban, egy nagyon érdekes emlék jött föl a fejembe a beszélgetés során. 96-ban a Magyar Exim Bank elnöke voltam, és akkor még egy ilyen reális alternatívának tűnt, hogy Budapest egy ilyen európai pénzügyi központ legyen. Talán Csaba ott voltál ezen a beszélgetésen. Összehívtam egy beszélgetést a vezető magyar pénzügyi emberekkel, Csabát is meghívtam, Simor Andrást is, aki akkor még a Bank Ausztriának, vagy a Credit Anstaltnak, amilyen állapotában az a bank éppen volt, talán épp akkor jött el onnan. Azt hiszem az volt, hogy mint befektetési banki igazgató, épp akkor jött el. És az Andrásnak az volt a válasza, hogy hát persze, hogy lehetünk regionális központ, hát olyan mértékben előbbre tartunk, mint Bécs, tendenciaszerűen, hogy nem is kérdés, hogy... És ugye a Péter ma teljesen joggal mondta, hát nem is lehet összehasonlítani minket, de már a másik oldalról. Tehát óriási a relatív leszakadás, és a leszakadás alapvetően pszichológiai, tehát ez a körkörös, tehát a pessimizmusok fogják egymást, és hogyan lehet a magyar társadalmat abból kiszakítani, hogy nem hisz magában, és hogy nincs bizalom, ahogy a Totó mondta. És azt szeretném mondani, fogtok ugye most dolgozni, nem tudom pontosan a munkamenetet, szóval mi úgy elég pessimistán elmondtuk nektek, hogy hát ez policyval nem lehet megváltoztatni, ne higgyetek ennek. Érdemes azon törni a fejet, hogy mit lehet egy olyan társadalomban csinálni, ami 20 évvel ezelőtt még a közép-kelet-európai világban kiemelkedett, ahogy a Péter is mondja. Megint egy 20 évvel ezelőtti emlékem, Leszek Balcerovics, aki az összes kelet-európai reformok atya abban az értelme, hogy a lengyel reformot nagyon sokan követték. Körülbelül 20 éve, amikor beszélgettünk, még épp azelőtt volt, hogy pénzügyminiszter lett volna, fejtette ki nekem, hogy hát Magyarország mindig sikeres lesz. Akkor ez volt, hogy Magyarország mindig sikeres lesz, és nekünk is volt egy ilyen relatív, hogy ez a legvidámabb barak tudatunk, hogy mi mindig sikeresek leszünk. Most meg van egy olyan tudatunk, én az elmúlt 20 évből 15-öt úgy éltem külföldön, azért mindig kapcsolatban voltam, de egy felületes kapcsolatban Magyarországgal. A kontraszt óriási egy olyan ember számára, aki nem folyamatosan benne él. Egy kicsit ugyanez, mint a magyar futballal, hogy az ember azt mondaná, hogy valaki egyszer mondja azt, hogy nem kell tovább lecsúszni. Hát Magyarországnak sem kell tovább lecsúsznia. Nagyon fontos, hogy azt megértsük, hogy ebből a társadalom lélektani problémában mi vagyunk, ebből a masszív pessimizmusból, és abból, hogy hiszünk populista politikai alternatíváknak, hogy ebből hogyan lehet Magyarországot egy olyan fajta realizmus felé húzni, hogy a Laci is mondja, a munkának legyen értéke, és hát megvan az a néhány fix pontja egy olyan társadalomnak, amelyik elkezd fölfelé menni. Nem akarom azt elhinni, hogy nincs megoldás ennek a helyzetnek.